Szia! Na akkor ez egy... Előbb végigmutatom a videót. Ugye itt ez lesz a kérdés. Itt. Itt ha megállítom, akkor... Itt valahol talán, mintha megszakadna a tok, de hát ez meg itt is elvékonyodik, de mondom, a tok az normálisan is lehet ilyen diszkontinús. A jobb oldali, amit mutattam, ez jó mondatú, ez a rák. Most itt mondja meg valaki, hogy ez a göb hol ér véget. Ugye ez egy jobb oldalon a zsírszövetbe beleterjedt, tehát nem ezt az izomzatba, hanem ide beleterjedt, ezt én nem tudom az ultrahangon prezentálni, de ez egy 4A, T4A tumor lett, ami nem egyszerűen a sternocleidomastoideusba terjedt, hanem a zsírszövetbe. Tehát ebből, ezt nem tudom megmondani, hogy zsírszövetbe beterjedt, azt meg tudom mondani, hogy fogalmam nincs, hogy hol van a göbnek a határa. Ez mindenképpen gyanús arra, hogy egy makroszkópos extratidális terjedés lenne. Átjött a képen az üzenet? Igen, kétszer is. Kétszer is. Jó, hát nem tudom, eddig nem voltam visszhangos, most azt lettem, nem tudom, mit csináltam, bocsánat. Magának a mikrofon, ez a mikrofon. Jó. Tehát ez a jobb oldali, itt azért megállítom, tehát ez a... Hát itt megvan ez az adapting, hát ez egy teljesen közönséges dolog. Tehát azt gondolom, hogy amikor, jaj, de jó, elment a viszang. Tehát ez az adapting, ez a rettentő sokat nem lehet kezdeni addig, amíg önmagában van. Tehát ez, hogy neki fekszik, hát egy ilyen 18 mm-es mélységű szerben, hát a göböknek legalább a kétharmada neki fekszik valamelyik falnak. Tehát ez volt az egyik, hogyha átmegyek a erre, ez egy egész más prezentáció. Arról nem beszélve, hogy ez egy szabálytalan szélű, lobulált, mikrokalcifikációk vannak benne. Tehát ez a... Jó. Kérdés ezzel kapcsolatban. Meg vagyunk még? Hallottok? Jó. Jó. Oké. Okay. Hát ha nincs kérdés, akkor mutatom a harmadik esetet. Itt nem szólok közben, meg nem állítom meg, amíg nem játsszuk. Jó, hát akkor Torinói lónak vége a Tar Béla filmnek, úgyhogy most már megszólalok. Tehát, hogy ez egy jó nagy cisztikus göb, ez a műanyag vagy a projekció, ami itt van, ez önmagában ezért gyanús. Ha megnézitek ezeket a ehogazdag figurákat, majd mindjárt oda jutunk még egyszer. Szóval ezeknek a jelentős része nem feltétlenül ciszta mögött van. Tehát például ez biztos nincs. Tehát ez biztos, hogy egy mikrokalcifikációt jó néhányat tartalmaz itt a középső részen is. Tehát ez önmagában egy gyanús dolog. Na most az extratidős terjedés kapcsán milyen véleményetek van? Itt ezt a képet itt meg is állítom. Tehát nagyjából itt van a pajzsnak az előső felszíne, itt van a trahea, itt van a cisztikus göb. Van-e valakinek valami tipje, hogy ez
minek bizonyult. Én nem gondoltam rá, úgyhogy előre elmondom, hogy én ezt le se írtam, de hát valakinek most van valami tipje. Ventrálisan esetleg kontúr megszakadás itt gyanítható? Így a megállított kép alapján. Elképzelhető. Mindjárt indítom még egyszer. Tehát az biztos, hogy a fene tudja, hogy hol van ennek a pajzsnak az előső felszíne, ez jó eséllyel, ugye ez itt maga a gőb, ami aki neki fekszik. Jó, akkor nem, Zsuzsának volt egy megjegyzése, én is arra figyeltem egészen addig, mindjárt megmutatom azt a részt, amit hát úgymond figyelni kellett volna, de hát ez hülyeség. Mindjárt, bocsánat. Szóval ez a traheába tört be. Tehát azt akarom mondani, hogy mindig az ember az előső felszínt szokta figyelni. Ez az elváltozás a traheába törő tumornak bizonyult. Rém nehéz ugye a trahea és a pajzsmirigy közti határvonalat így figyelgetni, eszembe nem jutna, de azért ha itt megnézitek, hát most ugye ebből a képből nem lehet látni, de ugye itt van a légcső. Ez egy folyadék, amire az ember azon, hogy itt van a folyadék, itt meg a légcsőben ugye a levegő van, hát a fene tudja, hogy ezt a határt hogy lehet megállapítani, és azt gondolom, hogy tényleg így van, hogy lehetne erre feltétlenül gondolni. Csak ugye mindig a ventrális felszínt nézzük, és a traheához közel eső részt azt nagyon ritkán szoktuk figyelni. Tehát, hogy amikor betör a traheába egy daganat, azt nem úgy kell képzelni, hogy látunk egy kocsányon a légcsőbe belógó valamit, hanem nagyjából ilyet lehet látni. És nyilván nem az egész felületén tört be, hanem itt valahol ezen a részen törhetett be. Nem gondolnám, hogy bármilyen konzekvenciája lenne annak, hogyha ezt nem írjuk le, sőt, hát hogy írhatnánk, hogy ez betört a traheába, nem tudunk ilyet megállapítani. Csak azt mondom, hogy utólag, amikor meglett a szövettan, akkor az ember megnézte, hát akkor azt mondom, hogy hol lehetett volna elvben látni, hogy a légcsőbe tör be. Tehát a ventrális részen ott jól tudunk viszonylag tájékozódni, ezen a részen, igen, itt lehet jól látni, tehát itt van a traheának az íve, és itt lehet látni a göbnek egy részét, ahol megszakad. Tehát ha megnézitek, a göb mögött se látjuk a légcsőnek a részét, tehát hát ennyi a dolog. Kérdés? Persze. Igen, ezzel kapcsolatban ez egy más jelleg visszajöttel, hogy ott, ahogy a szolid területben, a cisztikusban ott, hogy egy picit az olyan, mint hogy a hegyesebb ennek van jelentősége, vagy ez teljesen véletlen? Hát, amit leírnak a koreaiak, ugye ott elképesztő sok ember van, mindent figyelni, volt egy olyan stadiuk, amikor azt nézték, mindjárt próbálok megállítani, hogy a növedék és a pajzsmirigy között ez a szög, ez tompa szöge, vagy hegyes szög. Tehát ha ilyen lenne, tehát ilyen lenne a növedék, tehát ilyen hegyes szögbe, az rossz nyitóságot gyaníthatna, a tompa szög meg nem. Erről nem beszéltek, de az biztos, hogy ez egy perifériás típusú ciszta, tehát hogyha a legelső adásom volt szó, a legelső téma a göböknek a szolid vagy nem szolid megkülönböztetés és a cisztikus göbökről ott volt szó, tehát ez egy perifériás típusú, tehát a pajzsmirigy egyik felszínéről emelkedik be a dologba, tehát az önmagában egy gyanúsabb ciszta. Az, hogy hegyes a vége vagy sem, azt nem tudom megmondani, de azért ez egy elég impresszív, ez a rengeteg mikrokalcifikációra gyanús dolog. Tehát azért ez a megjelenés, ez mindenképpen gyanús. Akár tudjuk csoportosítani, osztályozni, akár nem. Hát itt ebben az a gond, és mielőtt elkezdtünk már beszélgetni, akkor ugye Gáborról egy esetről megemlítettünk, hogy ez itt egy szivacs, ami belelóg a kád vízbe. Ez nagyon gyönyörűen el lehet találni ultrahangvezérelt szúrással, de abszolút semmilyen garancia nincsen rá, hogy amikor beleszúrunk, akkor nem folyadékot fogunk nyerni. Tehát sokszor a klinikus, aki nem lát ultrahangot, az nem érti, hogy a nyavajában lehet, hogy nem értékelhető a citológia. Hát úgy lehet nem értékelhető, hogy mondom, ez egy szivacs, vízzel átitatott szivacs, amiben nyilván nagyobb esélye fogunk daganatsejtet találni, mint hogyha a folyadékot tartalmazó részbe szúrnánk,
de tényleg nem egy egyszerű. Hát itt látjátok az ultra vezérelt szúrás a legvégén, amikor a szöveti részt céloztam meg és eltaláltam, és most meg nem mondom, hogy itt volt, diagnosztikus volt a citrúgia, de mondom, egyáltalán nem ritka, hogy gyönyörűen a szövetbe szúrunk bele, és semmilyen, vagy nagyon-nagyon minimális sejtet találunk csak. Ezzel kapcsolatban kérdés? Elfáradtatok? Itt vagytok még? Itt vagyunk. Jó, oké. Okay. Akkor, ha nincs több kérdés, akkor az utolsó eset jön. Aztán utána lehet. Bocsátás, meg az előző, persze. Az tilatban, azt mindig hozzátennéd, hogy te az tilat melyiknek, mennyinek tartod az előzőt. Jó. Akár? Hát ez azért tartom tilat 5-ösnek, mert ezt mikrokalcifikációnak ítélem. Azt nem tudom megmondani, de nem, hát ugye, ha megnézzük, ugye, milyen gyanús jel lehetne még a Toller Dan White, azt rettentő nehéz értékelni. A lobulált felszín az nagyon fontos, ez már volt róla szó, hogy nem a növedéket érinti a lobulált felszín, hanem a göb egészét. Tehát egy cisztikus göbben mindig a külső határ szabja meg, tehát ez nem irreguláris felszín. Ha ez a kifejezetten ehhozszegény rész itt, akkor ez legfeljebb mérsékelten ehhozszegény, tehát egyenünk alapján tirac 5-ös az a mikrokalcifikáció. Na akkor az utolsót mutatom. Meg is kérdezhetek? Hát persze. Már csak úgy működik a szövegem, hogy azért, hogyha meg a felszólsz, és nem jön ki, hogy ilyen különlegű színre, csak akkor is működik a stangon lövöd, és megoperálhatod. Igen, ez biztos. Ez biztos. Ez biztos. Tehát ez az eset, amikor az útrangi egy, tehát azért én most sikerült végre jól megállítanom. Itt nem látok előtte folyadékot, itt nem látok. Nem az, hogy egy-egy ilyen mikrokalcifikációs dolog van, és hát ugye gyakorlatilag, hogyha talál az ember egy típusos formát, akkor jó eséllyel föl lehet tételezni, hogy mondjuk ez is az, meg ez is az, meg ez is. Tehát azért ez nem egyszerűen mikrokalcifikáció, hanem nagyon sok ilyen van benne. Ez nyilván nem dönti el, de azt gondolom, hogy olyan mértékben növeli a gyanúját, hogy ez rák, hogy negatív citrúg esetén is, ráadásul ugye ez nem egy 5 mm-es elválcás, hanem ez mit tudom, egy 3 centis göb, aminek a szöveti része is bőven 2 centi fölött van, tehát ez mindenképpen műtét. Na akkor. Nem szólok. Ugye jobb lebenyben vagyunk. Tehát ez is egy kapilláris ráknak bizonyult eset. Ez makroszkóposan az izomzatba tört be. De gyakorlatilag ugye itt van az izomszövet, itt közvetlenül a pajzsnyérőt elvékonyodik, tehát itt elég nehéz látni. De azért bizonyos helyeken egyszer nem tud elkülöníteni, hogy ugye nem arról van szó nyilván, hogy a pajzsmi így az egész felszínén betört az izomzatba, hanem hogyha egy-egy látható ponton betört, szabad szemmel látható módon, amikor rávág a sebész műtét közben, vagy a patológus, amikor megkapja a kivett preparátumot, az már makroszkópos. Tehát ne arra számítsunk, hogy az egésznél áttörik. De itt például ezen a ponton, itt hát fogalmam nincs, hogy valószínűleg ez a göbhöz tartozik, itt ez mindenképpen egy meglehetősen gyanús dolog. Ugye ez a abutting, ez körülbelül itt van a pajzsmigy, ez itt eddig fekszik hozzá. Itt nem tudom azt mondani, hogy ez a bulging, a kitüremkedés van, de hogyha ezt a részt megnézitek, itt mindenképpen kiemeli. Tehát normálisan ez innen lehet látni, hogy ez a bulging van. Most, hogy a kapszula megszakad-e, itt hiányzik a kapszula, itt hiányzik a kapszula, mert ugye ez izomzat. Igen, ez a kép eszemben jó, hogyha megyünk tovább, akkor lehet majd látni, hogy remélem jól mondom, hogy ez szerintem izomszöveti rész itt, mindjárt kiderül, hogy igazam van-e.
Igen, tehát itt az izomzat fut így. Tehát ha ezt megnézitek, ez itt, de talán lehet, hogy pont ezen a részen a leggyanúsabb. Tehát ez nem a pazsmidnek a pseudotokjait, hanem ez már az izomszövethez tartozik. Tehát ha folyamatosan erre a részre koncentráljátok, még egyszer lejátszom ezt a részét a videónak. Itt erre. Na, hát ez volt az utolsó eset. Nem tudom, kérdés van-e? Szép volt. De akkor ez a gömbölő, ez látszik az EU-tirat csötörsághozanak. Ez biztos. Persze. Persze. És kér. Persze. Hát itt mondjuk nem tett hozzá sok többet, szerintem ez, hogy előemeli a emelkedik a felszínből. Persze, nem azt mondom, tehát remélem lejött, hogy ezt az extraterrestris terjedést, ezt inkább egy potenciális életveszélynek gondolom a TNM-8-as klasszifikáció miatt. Tehát itt azért gondoltam, hogy ugye itt kicsit rossz ez a kurzus olyan szempontból, hogy persze mindenki saját maga nézi az előadásokat, de mivel előadás közben az ember nem tud kérdezni, amikor megnéz az internetet, azért itt az gondolom, hogy nagyon fontos, hogy valahogy kicsit súlyozva legyen a dolog, tehát hogy ez a jel, ez egy potenciálisan életveszélyes jel, mert nem arra kéne használnunk, mondom még egyszer, a TNM klasszifikáció szerint, mint amire való. Tehát hogyha van egy túlbuzgó radiológus valahol a világon, és azt mondja egy papillális ráknak bizonyos gömbbe, hogy ő azt úgy látja, hogy betört a légcsőbe, akkor onnantól kezdve nem fogja tudni ezt senki felülírni. Mert lehet, hogy a sebész, amikor kivette a preparátumot, azt a részt nem látta, ha nem látta és nem vette ki, akkor a patológus se látta. Tehát az a gond, hogy kicsit egy jó Isten csináltak egy jelből, ami abszolút alkalmatlan erre a funkcióra. Tavas, azokat a granulációkat ott minek? Ezt? Hát, ez egy backhole figura, ezt másnak nem tudom tartani, itt egy cisztikus terület van előtte, meg kicsit olyan elnyúltabb is. Ebben nem gondolnám, hogy egyértelmű mikrokalcifikáció lenne, bár hát mondjuk ezek itt gyanúsak, itt megpróbálom is lassan lejátszani. Itt olyan, mintha lenne. Középen. Mondanám, sebesség. Igen, hát azért ez a középső rész az gyanús. Nem tudom. Ami tök egyértelmű, hogy lobulált a felszíne. Tehát, hogy teljesen szabálytalan széle van. Kifejezetten ahhoz szegény, ami szintén nem egy lényegtelen dolog, tehát vannak olyan jegyek, amik alapján akármit gondolunk, ez egy tiracötös göb. Tehát ha megnézitek, azért viszonylag nem túl gyakori a kifejezetten EO szegény göb, tehát ugye ez az iszomszövetnek az ehogenitása, ehhez képest ez annál feketébb. Tehát itt a mikrokalcifikáció sokat nem tesz hozzá a dologhoz. Itt van ez a lobulált felszín, tehát az, hogy elmosódott, most itt nem tudok elmosódott részt mutatni, de ez a ilyen szögletes, kiemelkedő rész, itt is ilyen, meg ha videót nézzük több helyen, tehát ez mindenképpen irreguláris border. No. Elfáradtatok? Egy kicsit. Egy kicsit. Jó, oké. Okay. Nem lehet, hogy izgalmas volt. Nem ért? Ja, Zsulát nem lehet érteni. Jó. Mi? Izgalmas volt. Jó, oké. Okay. Jó. Jó. Bármi kérdés kurzussal, egyebekkel kapcsolatban? Akkor kérdezném, hogy 3 hét lenne a következő, hogy vállalkozik-e valaki a maihoz hasonlóan esetet bemutatni. Kb.
Nincs limitálva, körülbelül egy 20 percben nyugodtan a diszkuszióra együtt beleférhet. Nagyon jó lenne, ha lenne olyan, akinek kevesebb gyakorlata van, megint meg olyan, akinek nagyobb gyakorlata van. Mert akármiről beszélünk, mindenképpen problémát fog felvetni, és beszélgetés generál. Önként jelentkező? Anita. Ne, figyelj, ne, tényleg nem akarok hülyeséget csinálni, tehát valakinek nincs kedve, nem ér rá, nem akarok semmit, de hát annyira, hogy magunk vagyunk, ugyanazok jönnek ide nagyjából most már negyedjére, hogy szerintem úgy, kvázi egy baráti beszélgetés, tehát nyugodt élekkel lehet szerintem mindenféle félelem nélkül elővezető dolgokat. De akkor nem haragszol rám, hogy rám nem. Jó, akkor Anitát sikerült meggyőzni, jó. Ha valaki már jelentkezik, akkor szóljon, ha nem, akkor lehet, hogy valakit megkérek. Rusz Karcsit megkérdezem, ő a mai vendégünk, aki... Itt vagy, Karcsi? Reméljük, itt van. Jó. Remélem halakítva. Jó. Jó. Na most még egy szervezési dolog. Ugye az elején nem volt egyértelmű, szerintem mostanra egyértelmű, hogy nem fogunk tudni gyakorlatot szervezni. Tehát júni 15-ig van vége ennek a off-test-es tanfolyamnak, ez persze papírettől függetlenül nyugodtan, ha van igény rá, nyugodtan maradhatunk együtt, mert például ezeket a videó megbeszéléseket szerintem, hogyha 3-4 hetente megcsináljuk, teljesen független ettől ez működhet, de azt gondolom, hogy nem fogunk tudni élő gyakorlatot szervezni. Ha valakinek igénye van rá, akkor ugye a Csajbókévi ajánlott a Szeged környékieknek, valaki visszakapcsolt egy mikrofont, most meg én visszhangos vagyok, vagy eljön hozzám, nagyon szívesen partner vagyok ahhoz, meg az Év is, hogy a gyakorlati résztben tudjunk valamit segíteni, de regulárisan szerintem a Covid helyzet miatt nem lehet szervezni most ilyet. Ha Tamás akkor nagyon jó lenne ez a készetet. Ez nagyon hasznos. Jó, hát egyébként... Nem, figyeljetek, ezt azt gondolom, hogy nem érdemes nagyon túlbonyolítani szerintem, hogyha ezt úgy nagyjából megpróbálunk egy időt jövőre nézve kialakítani, hogy mit tudom, minden hónap valamelyik, mondjuk csütörtökén, nekem a csütörtök szokott a legkedvesebb dolog lenni este 8-kor, ha bárki a gyakorlatból esetet vezet elő, hát csak tanulhatunk róla. Mert mondom, még egyszer mondom, hogy az a bajom ezzel a tanfolyammal, hogy itt én nem akarom a szemléletemet ráöltetni másokra, mert a fő gond, hogy a definíciók hiányosak, az értelmezésnek nagy szerepe van, és nyilván nem egyféle értelmezés létezik. Tehát az baromi hasznos, hogyha aktivitás van, akár úgy, hogy nem ért egyet vele, mert nem azt jelenti, hogy kinek van igaza, vagy kinek nincsen igaza. Jó. Balázs, most hát, akit látok, aki nem kapcsolt, aki Balázs nem akarná esetet elővezetni? Na, Anita az egy gyakorlottabb. Figyelj, mondom, ha nem akarsz, nem, tehát majd akkor a következő után ér, ha most nem. Bátornak érezném, még szívesen egyébként, de még ez nyárig még van lehetőség, lehet, hogy ugranék még. Jó, oké, persze. Azért figyeljetek, a mai napnak nekem nagy pozitívuma a Zolinak a dolga. Lehet, hogy eltűnt az étterem, ott van még, jó. Tehát az, hogy a Zoli, aki ugye nem nagyon tudott útrangozni, most kapott kölcsön egy hónapra útrangot, és hát egyszerűen simán tájékozódik benne. Tehát világos, hogy ez nem egy olyan dolog, amiben az ember ne tudna nagyon gyorsan haladni előre. Tehát ez szívesen csinálnám, mert ugye majd elvileg a Zoli által használt útra fogunk valószínűleg. Aha, okay. Ugye most talán majd visszaáll az életünk és a rendelési szisztéma, és akkor picit így ebbe. Most egyébként így, amikor látom a videót, használom megállítva szépen a... Bocsánat, igen. És most ugye lehet bőle egy kis fáradt, azért késtem elnézést az elejéről. Szóval a lényeg az, hogy így nagyon klassz, és úgy tűnik, hogy felismerem, hogy kell. De az, hogy ezt... Könnyű.
Hát igen, de az, hogy ezt magam megtaláljam és utána prezentáljam, mint tanulságos eset, azért ez még elég kevésnek érzi ma. Jó, van, hát egy hónap múlva lehet, hogy majdnem ez lesz. De szívesen, és még azért, meg amit szerettem mondani már nálam, hogy nagyon kifejezetten várom ezeket az estéket, és nagyon mérges voltam, hogy nem értem 8-e haza, mert annyira jó, és ugye egy kicsit más, mint a napi dolgok, és kicsit azt érzem, hogy nem csak a tudást javítja, hanem egy olyan új dolog, amivel nem foglalkoztam ilyen bevatóan, és kifejezetten jót tesz a cserégyének is, azt hiszem, úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha lenne, ha véget ér a tanfolyam, utána is valamiféle rendszeres ilyen együttlét, meg tök jó látni benneteket egyébként. Én ezt mindenképpen én szeretném, és ettől, mert technikai feltételek adottak, ez csak elhatározás kérdése. Én még egy, ami úgy mindig lóg a levegőbe, közületek egy páran erre a Case of the Month-ra szoktak választ adni. Ott én mindig leírom a végén, ha valaki ezt megnézi, hogy mi volt a beadott válaszoknak az aránya, meg valami kommentet fűzök hozzá. Most egyetlen egy dolog, én most ezt itt előhozom, hogy a legutolsónál egy viszonylag gyakori tévedés volt, ami, tehát a heterogén kifejezést az csak akkor lehet használni egy göbre, hogyha egyszerre van benne eho szegény és eho normál rész is. Hát ez stilisztika, tehát baromira a gyakorlatban nincsen nagy jelentősége, de az, hogy mérsékelten eho szegény és kifejezetten eho szegény göb, ott nem szabad a heterogént használni. Na most ez tényleg egy ilyen rettentő jelentéktelen megjegyzés volt, csak ebbe a múltkori válaszba többen ezt félreértették, vagy félreértelmezték. Na, csak ennyit akartam még erről mondani. Jó, hát akkor, ha nincs több kérdés, akkor elbúcsúzunk. Jó, akkor minden jót, sziasztok! Sziasztok! Hello. Sziasztok! Hello. Sziasztok! Sziasztok, minden jót!